Tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindegyik őtöket a mai egynapos tanításon. Mondjuk el az Om Nam mantrát hétszer. Oh. szépen. Mind a délelőtti, mind a délutáni instrukciók alkalmával kaptatok arra iránymutatást, hogy hogyan használjuk a test és a lélek tudatosságát. Délelőtt a fény részecske természete felől közelítettünk. Beszéltünk a testről, a lélekről, és arról, hogy a karmád hogyan áramlik a gondolatok, Érzelmek, beszéd és tettek kvantumjaiban. Ez az, amikor fotonként veszed tudomásul a fénysugarat. Irányítod, visszavered. Egy prizmával felbontod, egy másik prizmával ismét egységes fénye alakítod. Ez az információ, ez a lélektartalom, ez az érzékszervi tartalom. A látás kell ennek az uralásához és helyes felhasználásához. Délután a fényt a hullám természeteként vettük tudomásul. Az energiával dolgoztunk, a csikumgyakorlatok gyakorlatok során megállapítottuk, hogy az energia a különböző csakrákban hogy manifestálódik, hogyan működünk, mint energiával eltelt és karmával is bíró lény. Valójában egy azon érem két oldaláról van szó, amikor a karma energia és információ tartalmát tekintjük, ahogy a fény, mint kontinúm egyszerre részecske és hullám természetű. Csak mi látjuk ennek vagy annak pillanatról pillanatra. Hogyha azt a tanítást, amely az egyéni energia, az univerzális energia, a lélegzet energiája és az egyévállás energiája szintjén megfogalmazódott. Ha ezt jól érted, akkor a látás és az egyévállás számodra nem különböző. Hogyha ezek számodra még különállnak, akkor nem látod azt, hogy ami egyik oldalról részecske és a másik oldalról hullám, az valójában egy jelenség ami számodra az egyén és a világ, az valójában egy jelenség. Ami a Wongi, az eredeti energia, a dégi, a nagy univerzális energia, a Kongi, a lélegzet, mely összeköti a kettőt, az valójában Hapki vagy Aiki japánul, tehát egyesített energia, csak akkor tapasztalod különállónak, hogyha a gondolkodásod azt szétvágja. Valójában az embernek eredetileg semmi problémája nincs. De elkezdtünk ragaszkodni az élethez és a halálhoz, és úgy érezzük, hogy egy körforgásban vagyunk. Vagy elkezdtünk ragaszkodni a lineáris teremtés ideájához, és valamikor pedig elkezdünk félni az apokalipsistől. Nézd meg a gondolkodást. Nézd meg az érzelmeket. Nézd meg az én csinálást. És a meditációban az egyévválást ugyanúgy tapasztaljuk, mint a látást. Valójában, ahogy hallottad, ez egy valaminek a kétféle megfogalmazása. Amikor arról van szó, hogy a hatos, hetes, nyolcas tudatszint, a kognitív gondolkodás, megkülönböztető gondolkodás és emlékező gondolkodás tevékenységét felfüggeszted, az pontosan ugyanaz, mint amikor az eredeti, üres és univerzális energia egyé válik. Ha ennek a kettőnek az összefüggését meglátod, már nem jöttél hiába. Már nem fogsz keresni hiába. Akárhova mész később, ennek az összefüggésnek a birtokában értéket fogsz kicsiholni minden hagyományból. Miért? A hagyományok eredetileg üresek. Te keresel valamit. És amit keresel, azt valószínűleg meg fogod találni valahol. Miért? Mert keresed, mert arra vagy kíváncsi, mert azt szeretnéd. És ha alapos vagy, kitartó vagy, tanulsz, alkalmazkodsz, fejlődsz, akkor előbb-utóbb megtalálod azt, amit keresel. És ez fordítva is igaz. Amit találtál, akivel találkoztál, azt kerested. Úgyhogy az utunk az a miénk. Nem pusztán sorsod van, van olyan karma, amely mindenképp kijön szanszkritul prarabda karma, ez az, amit sorsnak lehetne nevezni a szó ázsiai értelmében. Mindenképp megtapasztalod, gondold el a születés alatti, közvetlenül utána következő, nagykorúságodig, önrendelkezésedig bekövetkező karmára, látszólag sebezhető voltál, tehetetlen voltál a szüleid is nagy részt, és bekövetkezett ez a prarabda karma. Nagyon sokszor felnőtt életed során is úgy tűnik, hogy nem volt más választási lehetőséget, be kellett következnie, amennyiben ez a múltban, a születésed előtt alapozódott meg, akkor ez szintén a prarabda karma birodalmába tartozik. Ha nem, akkor nem figyeltél. Akkor lett volna lehetőséged, csak nem ismerted fel. Akkor a tiszta tükörszerű tudatban lett volna egy B-verzió, egy egy a nulla mellé, de nem láttad. Ha pedig gyakorlunk, a tiszta tudatot elérjük, akkor minden karmát előbb-utóbb meglátunk. És ekkor az utunk egyenes marad. Tehát, ha az Egyenes úton kérdéseiteket. Én azt szeretném kérdezni, hogy én másfél hónapja gyakorlok, és miért koreaiul éneklünk? Azért, mert ezen a nyelven énekelt a mesterünk is, és a koreai, azaz dél-koreai hagyományban volt szerzetes, és számomra mindegy, hogy milyen nyelven éneklünk, csak az legyen a hagyomány nyelve. Legyen megalapozva, és szerencsére 1700 éve kínai, koreai és egy kis sziddám szanszkrit nyelven énekeljük a mantrákat, ez nagyon fontos. Ez a hagyománynak az egyik nagy uh, ismérve és is előnye, hogy több százmillió millió ember 1700 év során elképesztő energiát tett bizonyos nyelvi jelekbe és ez az emberi tudat bizonyos szintjén, a kollektív tudat bizonyos szintjén soha nem huny ki. Valahol ezek a mantrák mindig szólnak, és akkor rájuk lehet csatlakozni. A magyar nyelvi változatra azért van szükség, akár úgy, mint fordítás, akár úgy, mint recitáció, mert a tudatos intellektusunkkal is kapcsolódni kell hozzá. Ha nem tennénk, akkor kognitíve idegen maradna, energetikailag pedig ugyanúgy simogatna, és ugyanúgy kikenni olajjal a belső sebeidet, és ugyanúgy oldaná a traumáidat, de a gondolkodó intellektusod nehezen hinné el, mert nem tudom, hogy mit éneklek. Tehát érdemes tudni, de attól, hogy tudod, attól még önmagában nagyon kevés történik. Egy-két százalék körülbelül annyi a különbség a tapasztalat és a tudás, a gyakorlat és a gondolkodás között, mint amikor egy 10 literes hecserli lekvárt így megemelsz, és ez 10 kiló plusz üveg, az nagyon nehéz. Ez a tapasztalat. A címke rajta az a tudás. Óriási a különbség, és az arányok 1 a 99-hez. Régebben hallhattad azt, hogy 10 százalék és 90, vagy 5 és 95. Mostanában olyan könnyen szerzel tudást és olyan nehezen normális gyakorlatot és helyes tapasztalatot, hogy hajlamos vagyok azt mondani, hogy minden tudás, amit összegyűjthetsz, 1%. százalék. Úgyhogy csináld. Remélem, újabb másfél hónap múlva is találkozunk. Ha mesélnél nekünk még a három meditációról, a mantra, nagy kérdés és a tér hangok figyelése. Ezek eltérő technikák, de úgy működnek, mint három ajtó ugyanabba a szobába. A mantra praxis az egy nagyon erős belső elmegyakorlat ahhoz, hogy kialakuljon egy spirituális értékrend, ez a mantra jelentésétől is függ, kialakuljon egy olyan jel-zaj arány, hogy inkább a jeleket lásd, és ne a zajt hidd tehát ez illúzió tisztítás. És a harmadik pedig a tudat önvédelme maga és mások dualisztikus káros hatásától. Tehát néha a saját és magunk véleményétől keresztre feszítjük magunkat. Vagy intellektuális harakirit követünk el a saját és mások ellentmondásai miatt. Erre mind nincs szükség. Nem kell szenvedned és szenvedtetned. A buddha tanításának alapvonása, hogy megmutatta a szenvedés tényét, okát, megszüntetését, és az abból kivezető utat. Tehát a mantra praxis segít a saját duális véleményeink, mások duális hatásainak a semlegesítésében úgy működik, mint egy tűzfal. Segít a jel és a zaj megkülönböztetésében, látod, hogy mi az igazság, látod, hogy mi az illúzió, ez is a tűzfalnak egy funkciója. És kialakul a spirituális tapasztalat nyomán egy olyan hitrendszer, amely a mantra jelentését, tartalmát teszi legfölülre. Legyen az együttérzés, megvilágosodás, mások segítése. Itt a részletek másodlagosak. Az, hogy egy transzcendens pont van az értékrend csúcsán, az a legfontosabb. És ez a keleti tanokban nem zárt, nem tárgyas, nem személyes. Üres, tehát teli van, és úgy működik, mint a kémény ezt hívom a darma kémény hatásának, akkor elkezd gyakorolni, akkor elkezdi a tüzelőt beszippantani alulról, ez a karmád. És általában, amikor elkezded látni a karmádat, az nem kellemes dolog, de szükséges, hogy pont azt égesd el. Ezért hallhattátok élőben és felvételről is egyaránt azt, hogy a csoki gyár nem édes. Tehát, amikor a darma kémény hatása elkezdi az éberség tüzében elégetni a karmát, a sokszor nagyon sokféle belső reakcióval jár, és látod, hogy te minden voltál, csak nem szép fiú vagy szép leány. Minden. Ezért szoktam mondani, hogy a látás önmagában elég. A belső őszintesség, a tükör már önmagában elég. Nem kell bűntudat, és ne higgyük azt, hogy hótiszták vagyunk a két szélsőségtől tartózkodjunk, és a középúton haladva a mantra praxissal nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni. A mantra tehát olyan, mivel van eleje és vége, mint amikor egy vitorlást a háborgó tengeren egy öbölben szépen ornál és tatnál kikötsz, illetve lehorgonyzol. Ez a dupla horgony ez tényleg a saját és mások elméjének a legdurvább hánytorgását képes semlegesíteni. Nem futsz zátonyra, nem veszel a hullámok közé, nem csapódsz neki a parti szikláknak, igazi önvalódban maradva az avatárodat helyben tartod, nem mozdulsz ki a pillanatból. És ehhez néha a mantra az egyetlen eszköz. Nagyon erős, nagyon világos, ha megalapoztad, életmentő. A kérdésről, a nagy kérdésről is kérdeztél. Ez, ahogy hallhattátok a reggeli bevezetőben, már a buddha idejében megalapozódott, hogy mi az a tudat, amely a világot teremti. Ugrunk körülbelül 1200 évet, Huineng, a hatodik pátriárka már a zenben, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, a rövid forma, mi ez? És azért érdekes ez, mert a mi ez kérdés amennyire egyszerű, olyan mélyre és világosan vezet. Nincs rajta sallang, nincs rajta semmi, amit le lehetne más szedni. És a kérdés kinyitja a tudatot. A kijelentések, azok megnyugtatják, a felszólítások megindítják, és a dogmák börtönbe zárják. A kérdés pedig kinyitja, sőt, egyben nyitja a belsőt és a külsőt. Az elején szóbeli a kérdés. Ahogy hallhattad, minden belégzésre belül finoman mi ez? tudatosság, lélegzett tudatosság, és itt van az elmében a kérdés. Olyan, mint amikor egy kis követ ráteszel egy nagy sziklára. Annyira nyugodt, annyira világos. És aztán eljön a pillanat, amikor már szóbeliség nélkül, a belül kimondott rövid mondat nélkül is ott van a kérdés az elmédben, úgy, mint amikor a hajót már csak egy horgonyal kell lehorgonyozni, nem kell kettő. Nem fogja befortítani a szél és a hullámzás. Nem fogja az egy horgony elkezdeni szántani a tengerfeneket, és mozdul a hajó rossz irányba. Ilyenkor a karma már könnyebb egy kicsit. Nem annyira viharos. És azzal az egy horgonnyal folyamatosan visszatérsz a pillanatba, visszatérsz ehhez a tükörhöz. Ez a tárgyatlan kérdés, hiszen a tükörre irányul, a tükröt tisztítja, a tükörről szedi le a ragaszkodásokat, illúziókat, hamis azonosulásokat. És amikor a tükör elég tiszta és szilárd, akkor lehet a tárgyas kérdéssel érdemben foglalkozni, amikor már a tükör előtt megjelenő tárgyra kérdezel rá, hogy mi ez. Nem, mi ez, mi ez. És innentől kezdve elindul a karmának az öntisztulása. A lélek egészségre törekszik. A léleknek van egy öntisztító képessége, de ezt csak megfelelő energiaszinten tudja végrehajtani a repülő sem tud 240 km per óra alatt felszállni, kivéve a nagyon kicsi repülőgépeket. Tehát egy minimális elszakadási sebesség kell ahhoz, hogy a levegőbe emelkedjen. A léleknek is kell egy minimális energiatartalom ahhoz, hogy az öntisztulás elinduljon. A hagyományokban megvannak ezek az eszközök, legyen az a leborulás, néha a munka, külső munka, fizikai munka, hogy pördüljön meg az a csí, mozogjon az a prána, és gyűjjön össze azokban a központokban, ahol kell, például az ennél a Tantienben. És ezért a kérdést is a Tantienben tartjuk, a mantrát is a Tantienben tartjuk. És amikor a térre és a hangra fókuszálunk, akkor is a Tantien a fókuszunk. Tehát a kérdés, amikor már tárgyas, akkor elkezdi a karma öntisztulását. És a puzzle darabok elkezdenek a látás által a helyükre kerülni. Ehhez már a tárgyatlan kérdésnek meg kellett alapozni azt a tapasztalatot, hogy az elme nem nyúl közbe. Te nem akarsz már szebb, jobb és okosabb lenni. Elviseled azt, amit látsz, és engeded, hogy az rendeződjön. Engeded, hogy a látás által megszabadulj. Ha belenyúlsz duálisan, rontasz belenyúltál a tisztulás folyamatába, tehát beszennyezted, beszennyezted az énségeddel, beszennyezted az egóddal, beszennyezted a jó és rossz dualitásával. Tehát engedd, hogy a lélek öntisztulása megfelelő energiaszinten úgy működjön, mint a tükrön ezek a gyönyörűséges impulzusok. Jön, visszaverődik, pazrodarab a helyére. Jön, látod, kiegészül, eltűnik. A tükör soha nem azonosul a tárgyával, soha nem dualizál, soha nem hullámos, soha nem törik össze, mindig jelen van, mindig híven tükröz úgy, ahogy azt kell. Onnan tudod, hogy a tárgyas kérdésben már a karmád jó részét megoldottad, hogy amit akarsz és amit kell tenned, az nem különböző. Nagyon sok embernél ezt akarom, ezt kell csinálni, kényszer, ezért, azért. De amikor azt csinálom, amit akarok, az teljesen más. Minek van itt az ideje? Minek van itt a helye? Hogyha innen nézed, akkor a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés hármasában eltűnik az, hogy te mit akarsz, vagy mit szeretnél. Mi az, ami neked jó, és mi az, ami másnak jó? Mi az, amit meg kell tenned, és mi az, amit ténylegesen akarsz tenni, ha ez a kettő egyévált, vált, amikor már nem különbözik, az akaratod olyan erős lesz, mint a vas. Tehát csak elpusztítani lehet, de legyőzni azt nem. És ekkor tudod, hogy a karmád egy része megtisztult. Nem más külsődleges méréssel, vagy belső analízissel, vagy urambocsán magyarázkodással. Tehát a kérdés, amikor már szótlan és tárgyatlan, akkor önmagától végzi ezt az egészet. A harmadik tehát, a legeszköztelenebb, már nem kell horgony. Akármi történik a kapitány helyén, a kormányos a helyén, matrózok a helyükön. Elég a kormányt fogni. A széllel és a hullámzással teljesen egyét tud válni a hajó. És amikor hullámzás jön, hogyha egy nagyobb hullám, automatikusan szembe szembefordulunk vele, és hagyjuk, hogy átmenjünk rajta, ha az ember oldalazna, akkor még egy közepes hullám is maga alá temethet egy vitorlást. Úgyhogy amikor a tér és a hang felfogásával dolgozunk, akkor az a legeszköztelenebb, legegyszerűbb, de a legmesszebbre visz. Miért? Amikor beteg vagy, amikor a halálodon vagy, amikor nem tudsz gondolkodni, amikor az elmének az alapfunkciói nem működnek, ez még mindig működik. A térés, a hangfelfogása még mindig működik. Úgyhogy ez a legeszköztelenebb, a leggyöngébb, és hogyha nagyon durva tartalmakkal kell megküzdened belül, akkor lehet, hogy számodra ez kevés. Amikor viszont a kérdés visszaolvad a mozdulatlanságba, amikor a mantra visszaolvad a csendbe, akkor természetszerűen elértél, egy olyan érettségi fokot, hogy már a puszta tér és hang felfogásával meg tudod azt valósítani, mint korábban a kérdés vagy a mantra eszközeivel. 360 fokos teljes körben nyitott az éberség, és mindent hallasz, illetve minden rezdülést fölfogsz. Ez nem csak akusztikus hallásgyakorlás. Ez bármilyen rezdülés fölfogása magadban és másban egyaránt. A gondolatok rezdülése, az érzelmek rezdülése, a szándék, az akarat megmoccanása. És ekkor ez a tiszta tükör nagyon-nagyon jól tud működni. Minél egyszerűbb a módszer, annál jobb. Úgyhogy ezt a hármat tanítjuk, ezzel végig lehet csinálni több életnyi zen bőven elég. A formákról most nem beszélek, szándékosan, hogy a leborulás, ülés, járás, tárgyas munka, egyebek, az egy külön történet. De a három módszer így függ össze. Egyéb kérdés? Ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem, hogy otthoni gyakorlásra, akkor ezek szerint elég, ha csak ezt a mantra praxis gyakoroljuk, vagy van a leborulás, van az éneklés, vagy ennek van valamilyen sorrendje, vagy ez csak. Általában leborulással kezdünk, és jó, hogyha mantrával folytatod. Uh -huh. Ez alkat és karnikus állapot függvénye, úgyhogy azt a mantrát, amit már ismersz és kaptál a múltkor, azt folytasd. Leborulás közben is lehet, de nem muszáj. Én kipróbáltam, nekem bőven volt időm és terem arra, hogy ezeket a hagyományon belül kikísérletezzem. Instrukciókat hallottunk, de soha nem mondták meg, hogy te mit csinálj. Az autonómiádat soha nem vették el. De ha kérdeztem, akkor válaszoltak. Tehát neked a mantra nagyon jó. Ebben a fázisban gyakorold ezt, és hogyha a leborulás közben neked jót tesz, akkor akkor is lehet. Nekem nem tett jót. Nekem itt kiesett a dugó a homlokom közepén, tehát sok volt. Ha a leborulásnál neked elég az, hogy figyeled a mozgást és a légzést és a teret, akkor legyen az. Ha túl sok az elmetartalom, és segít a mantra, hogy ez egy kicsit megnyugodjon, akkor mantrázhatsz leborulás közben is, járás közben is, főzés közben is, de ne el. És ülés közben is. Ö, akkor ehhez kapcsolódva megint egy kérdés, hogy hogy én mantrázhatok úgy, miközben dolgozom, mert hogy én azt csinálom, de akkor ez, tehát hogy teljesen mindegy, hogy reggel felkelés után csinálom, vagy bent a műhelyemben, miközben. Bizony. Mindegy. És úgy, hogy közben az érzékszervek szabadok, tehát nem blokkolod le az érzékszervekkel. Azért régi szamádi praxis, amikor mondjuk mantrával így becsukták az érzékszerveket, és akkor valami egész más útra mentek. A mostani 21. századi szükségletek, azok a helyes, tevékenység, helyes viszonyulás, helyes helyzetfelismerés, helyes párbeszéd, tehát ezek kellenek, ehhez tiszta érzékszervek kellenek, működő elmekkel, a testben lévő lélekkel, ezek a dolgok. És lehet csinálni, csak hogyha megszólal a telefon, akkor ne a konszemból mond bele, na akkor megijednek. Nem, olyankor kikapcsolom. Nagyon helyes. Jól van. Köszönöm. Szívesen. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy mi volt számodra a legértékesebb tanítás, amit Susan Seng mestertől kaptál? De ha ezt az interjú szobában kapod válaszként, akkor még egy lépést tehetsz. Egyéb kérdés? Na, az egyéni mantrával kapcsolatban szeretnék kérdezni, mondtad, hogy lehet kapni egyéni mantrát. Igen, ami ez, hogy neked van? szól, de nem olyan egyéni, hogy azt más nem kapja meg, hát más irányzatoknál, ahol sokkal nagyobb a gurufüggés, ott ugye nagyon drágán, speciális egyéni mantrát kaptak a jelentkezők, és megbeszélték a kantinban, hogy ki mit kapott, és mindenki ugyanazt kapt, és fel voltak háborodva. Kérem szépen nálunk nincs guru gurubiznisz, nálunk az van, hogyha kéred, akkor kapsz egy mantrát, amely viszont más, esetleg hasonló helyzetben lévő embereknek, vagy hasonló lelkialkatóaknak mm. szintén jár. Mm -hmm. Tehát lehet ilyet kapni, és azzal dolgozol, ahhoz térsz vissza. Mm. Az egy nagyon-nagyon jó menedék ahhoz, hogy a lelkednek a hajója ne szenvedjen hajótörést. Mm. És ezt hogyan, mi módon lehet megkapni? Most majdnem azt mondom, hogy borítékban tértél de nem. Kéred és okay. kapod. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy a visszatérő motivumok, meg nehézségek az életünkben az a, azt jelenti, hogy a karmánk rabjai vagyunk? Én ezt másképp mondanám. A visszatérő motivumok és ismétlődő problémák azok az önképnek egy feltáratlan oldalát igyekeznek mutatni amelyet juss se vagyunk hajlandók látni. Tehát pont ahol a legjobban szeretjük önmagunkat, ott vagyunk a legvakabbak. És ezért ismétlődnek a vakfoltból eredő problémák. Ezért az univerzum, legyen az egy emberi kapcsolat, egy rovar, vagy a mezőn kószáló lovak, mind tanítanak. És hogyha valaki állandóan egy gyenge pontodat, Megtalálja, az azt jelenti, hogy te azt a gyenge pontot nem vagy hajlandó felszámolni. Úgyhogy nagy tanítás ez, és rá kell látni, hogy vajon miért történik velem mindig hasonló eset. Mi az, amit védek magamban? Mi az, amit nem vagyok hajlandó látni magamban? Mi az, amit nem vagyok hajlandó megváltoztatni magamban? És akkor már kicsit kezdem fölfeszíteni a betonaknának a fedelét. Köszönöm. Szívesen. Milyen úton tudhatom meg, hogy a karmám az a volt nulla és egy, vagy az egy hozott, tehát sorsszerű, tehát hogy van -e erre mód? A belátás útján. És erre a tárgyas kérdést javaslom, felteszed belőle, hogy mi ez, honnan jön. És az ebben az életben lévő okságot sokkal könnyebb belátni. Tehát mi ez, honnan jön? Viszont ehhez kellő szilárdság és aggodalommentes érzelmi hozzáállás kell. Ha azon aggódunk, hogy Úristen, mi derülhet ki? Mivé válok én, hogyha megkapom a választ? Addig nem jó. Addig a tükör hajlott, és elvár egy választ, és taszít egy másik típusú választ. Tehát a mi ez, honnan jön kérdés elé, megfelelő mennyiségű mantra praxis kell, és az ülő meditációnak az egyszerűbb formája. És utána, amikor a tudat elég erős, akkor szembe lehet fordulni a problémával. Ha nem, akkor a saját karmád súlya agyon nyom, nem bírsz vele szembenézni, elrohansz előle, harcolsz vele, kivetíted másra. Miattad van! Tehát a mi ez, honnan jön kérdéssel lehet ezt földeríteni, a megfelelő feltételek mellett. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e vagy ajánlott -e más hagyományból ismert mantrát használni? Tehát bármilyen mantrának ugyanez a lényege, amiről most te beszélsz? Ez lenne az első kérdés? Nem. A mantrák is családokba, házakba szerveződnek, és amikor ebben a templomban vagy, akkor kérjük, hogy azokat a mantrákat használd, amelyeket itt tanítunk. Miért? Mert ez erre van behangolva. Tehát itt már azért ebben a teremben több mint 10 éve folyik gyakorlat, a templomban magában 16 éve folyik gyakorlat, és ezt a gyakorlatot bizonyos erővonalak és energetika jellemzi. Ez semmiképp sincs ellentétben semmilyen mással, de az, ami nem itt alapozódott meg, hanem bejön ide, az kezdő, az itt fél órás, fél éves, nem pedig 17 éves. És innentől kezdve minden hagyományban megvan az az energetikai vonalvezetés, amely önmagában teljes, és nyugaton nagyon szeretünk válogatni, szeretjük az opciókat. És ezért elfelejtjük az akciókat, és néha túl gondoljuk, és túl Ezzel nem minősítem a kérdésedet, csak azt javaslom, hogy az érdeklődésed irányuljon az alfa hagyomány kiválasztására. Tehát amikor az alfa hagyományod megvan, és az alaptanítód megvan, akkor onnantól kezdve te kilátogathatsz, és már nem keresgélsz, hanem ízlelgetsz. Vakációra mész, variációkat tapasztalsz. A közelben, ugyanúgy a Pilis hegységben, ahogy mi is, van egy vaisnava közösség, olyan gyönyörű bölcsességet és együttérzést egyesítő védánta iskola, hogy csak úgy cseng, és én azt szeretek kirándulni. És guruji beszélgetni, fantasztikus indiai kaját tenni, és nagyon-nagyon udvarias, világos, tiszteletteljes beszélgetést folytatni szellemi dolgokra. Ez nagyon jó, mint kirándulás. De ha valaki nem tudja, hogy az alaphagyománya micsoda, hogy a tanítója kicsoda, akkor el kell sodródni. És itt is meg akar felelni, ott is meg akar felelni. Bónuszt akarok kapni, itt is könnyebb utat keresek, ott is. Tehát ez így nem megy. Ez úgy megy, hogy egyszer csak valami kattam belül, hogy itt körbe-körbe járni már felesleges. Ki kéne már választani, hogy ki az. És akkor megvan. Egy szempillantás alfa praxis alatt ugyanezt érted, vagy azt a hagyományon belül, a, hogy neked melyik gyakorlat az aktuális? Mert a, felkészítőanyagban felkészítő hangzott el ez a kifejezés, hogy alfa praxis, akkor ez nem egyenlő az alfa hagyomány, amiről most beszéltél. Az hagyomány az a nagy alfa, az alfa praxis ez a kis alfa, a kettő közt van a tanító. A tanítóval beszéled meg általában, hogy melyik praxissal kezdj. Tehát nem csak, hogy gazdaságos, hazaviszem. Tehát nem ilyen. Nem ilyen. Ez olyan, hogy a tanítónak az a dolga, hogy ha valaki mantrát kér, akkor mantrát kap, és a mai napon volt választási lehetőségetek, de hogyha mondjuk egy hosszabb elvonulásra jöttök, akkor már beszélünk a tapasztalatokról, és akkor behatároljuk, hogy milyen gyakorlatot érdemes folytatnod. Ezen belül te mondom, kirándulhatsz mantraországból kérdésmezőre, és semmi gond. De te tudod, hogy a tanítód azt mondta, hogy ezt. És a váltást is érdemes megbeszélni. Nem kell forever csak egy mantrával lenni, de egy pár évet érdemes vele eltölteni. Nekem nem volt ilyen, nekem nem mondta meg Szászonyi, mert ő nem mondja meg. Itt Magyarországon, Európának ezen a visszajön meg kell mondani. Meg kell, mert kérik. Kérik. Viszont az nem jelenti azt, hogy több évtizedig ugyanazt. Én is két-három évente váltottam alappraxist, és jót is tett. Köszönöm szépen. szívesen. Már egy fél éve vagy nem tudom mióta ugye én is kvancembuszal mantrát gyakorlok. Még azóta se múlt el teljesen a szituáció. Tehát arra kaptam ezt a mantrát és azóta gyakorlom. Lényegében a mantra így a szembenézést kikerülheti vagy tehát ez egy kerülőút lényegében. A... Mit szeretnél? Azt is lehet. Ha a mantrával el szeretnél valamit kerülni, azt is ne. lehet. Pont ez az, hogy végre szembenézni azzal, ami, ami. Ezért szoktuk a mantrát tűzfalnak hívni, nem betonfalnak. De van, aki betonfalat csinál belőle. Azt is lehet. Tehát a gyakorlat, mint módszer, az is üresség természetű. Ahogy használod, úgy működik. Van, aki elfolytásra használja a meditációs módszert. Egy hónap, egy év, megnézheti magát. Az elején szinte biztos, hogy nem jó használjuk. Miért használnák jól? Nem vagyunk tapasztaltak. Nem követtünk még el elég hibát. Nem lettünk még elég kitartóak. Nem lettünk elég belátóak. Hogyan használnák az elején? Teljesen helyesen. Sehogy. Azért van a tanító, hogy segítsen. Segítsen kiavítani a hibákat, amelyek mondjuk az interjú szobában kompraxis alatt jönnek ki, és az életben pedig normál hibák elkövetése, vagy ilyen égbe kiáltó balszerencsék formájában. A hiba elkövetés látod, a balszerencse ugyanaz, csak nem láttad az okát. De ugyanaz a gyökere. Tehát a mantrát, még a kérdést is, ez elég nehéz, lehet úgy használni, mint a jó bozót vágó kést. És az illúziók dőlnek jobbra-balra, te meg mész előre az úton. De lehet úgy is használni, hogy ugyanezt a kést így a saját koponyájába vágja az illető, és akkor meg az lett. Egyre több a dualitás, egyre okosabb, egyre jobban tudja, egyre inkább ő a buddha. Ezek ilyen szokásos dharma balesetek, hogyha valaki rosszul gyakorol. kezdő kérdés. Zúnyim, mikor lehet itt megvilágosodni? Te? Amikor már mindegy, akkor már haladsz. Tehát tessék a mantrát használni úgy, hogy közben látsz. És akkor eredményes. Hogyan lehet a meditációt helytelenül használni? úgy, hogy ént épít vele az illető. Tehát a gondolataidból te építhetsz falat, építhetsz utat. A különbség 90 fok. A nyersanyag ugyanaz. A meditációban el is lehet aludni, az illető el is bódíthatja magát a saját önképeivel, egyre erősebben akar hinni illúziókban, és amikor kinyitja az ajtót és kimegy, nem is akarja észrevenni, hogy a világ másképp működik. Nagyon sokféleképpen lehet helytelenül használni a meditációt. De lehet helyesen is. Azt te már tudod. Tehát használt helyesen, ahogy eddig. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Kormával kapcsolatban a jó cselekedetekről szeretnék kérdezni továbbra is folytasd gyótékony cselekedeteidet, melyekről már tudod, hogy mikor jótékonyak, és mikor nem. Lábjegyzet. Mindig belül dől el. Egy külsődleges cselekedet az teljesen nézőpont kérdés. Attól függ, hogy te a fal melyik oldalán állsz. De hogy te belül milyen szándékkal teszed, vagy mondod, vagy gondolod, vagy érzed azt, amit, az már a te dolgod. Tehát ha te jótéteménynek szánod, akkor az előbb-utóbb az is lesz. Ezért az irányvétel, a motiváció, a célképzet, ezek a legfontosabbak, és hogyha ezek helyesek, akkor a jótétemény tényleg az is. Nagyon sokszor érzed azt, hogy ah, nem úgy sikerült. Belül, belül valami más volt, és kint, te, hogy sikerülhetett ez így? Nem volt meg az előrelátás nem volt meg a tapasztalat, se belül, se kívül. És ezért van a pokolba vezető út jó szándéka, kikövezve. Úgyhogy a jó tétemény az mindig belül kezdődik. Ez az a mondat, amelyet a bemutatkozó körnél elmondtál. Miben segíthetek? Nem elég? legyen elég, különben elmúlnak a jó tétemények. lehet ehhez kapcsolódó még egy? Látom. Még kell. Mondjad. E, és ezekkel a cselekedetekkel a karmát, a modbélit fel lehet -e oldani, és a még e, meg nem valósított karmát meg lehet-e szüntetni, idézőjelben? Az abstrakció könyörületes fájtla mögé rejtetted a kérdés valódi tartalmát. Ez mutatja, hogy súlyos a helyzet. A válasz az, hogy igen, lehet, de ha gondolkodsz róla, akkor újra teremted az okát. Valaki megszabadul a kötelékeitől a szakadék szélén, és elkezd ugrándozni az örömt, hogy szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok! Nagyon itt, szépen köszönöm. Nagyon szívesen itt el. Miben vagy hogyan segíthetek annak, aki ugyan kéri a segítséget, de mégsem hagyja, hogy segítsek? Akkor az első segítség számára annak kimutatása, hogy ő nem hagyja. Mert valószínűleg nem tudja összefüggésbe hozni a kettőt, hogy ő annyira, de annyira szeretné, hogy te segíts neki, de mi helyt közé? nem. Úgyhogy. Ez az első, a nulladik pont, és visszamész az eredetre. Tényleg szeretnéd, hogy segítsek? Igen, akkor hajt. Elég utána megköszönni. Ne előtte köszönd meg, mert akkor valójában nem szeretnéd. Utána köszönt meg. Az a probléma vele, hogy az illetőnek az élete az kihat a, a kislányom életére is. Mert hogy a, Fú, te, ez nagyon-nagyon rosszul hangzik. Tehát amikor valaki ennyire elhárítja a másik identitását, és ő már csak az illető, akkor komoly dolgozatlanságok vannak, együttérzésem. De köszönöm. És mindent a kislányodért, és a kislányodon keresztül csak az ő útját, a kislányod útját egyengest. Semmi mást és az illető pedig tegye a dolgát, amilyen mértékben ő rá tud ébredni, vagy ráébrezthető. Ha nem, akkor te ne bánsd magad. Mert ezzel csökkented azt a hullámsávot, amelyel a kislányodhoz átjutsz. Jó. Köszönöm szépen. Az illetőt nem minősítjük. Sem a kislány számára, sem magunk számára. Pontos. Látjuk a tetteit, a gondolatait, az érzelmeit, a beszédét halljuk, de nem minősítjük az illetőt, mert akkor a karmáját a minősítés csatornáján keresztül magunkra vettük, és a másik viselkedésének a következményévé váltunk. És ez egy kreatív, együttérző, gyermekközpontú anyuka számára is megengedhetetlen. Ezért légy a szó legjobb értelmében önmagad. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy itt meditációba én nem nagyon tudtam rendesen ülni, mert a jobb csípő be van feszülve. Az a kérdésem, hogy tudnál erre választani, hogy milyen karmám lehet itt? Há, megkérdezem besz... a bal térdemet, mert nekem az van befeszülve. Nem vicces. Nagyon hát tíz év. Nem. De a helyzet az, hogy ha a testi problémákon túl lendősz mondjuk egy strandlabda, egy sámli, egy nyereg, egy lovaglóülés, bármiféle segítségével, akkor most ne a csípőddel foglalkozz, hanem a lélek tudatossága, A jelenléttel. A tiszta tükörszerű tudattal. Amikor az megvan, abban látszik majd, hogy a csípődnek milyen hány torgása van. Addig nem foglalkozunk ezzel. Miért? Nincs meg az eszközrendszer csak az elme van. Az elme pedig annyira kevés és kicsi, mint a tenger végtelenségéhez képest egy hajónyi halászháló. Az elme ennyit tud felfogni a világba, egy halászháló nyit, és közben itt az óceán. Úgyhogy tessék először gyakorolni, letisztulni, megerősödni, fizikumot megkerüljük vagy fölülírjuk, de nem rontjuk az állapotát. És majd utána, a belátás fényében majd kiderül. Jó? Köszönöm. Szépen. Szívesen. A férfi és a férfi teremtő erő. Itt most úgy veszem észre, azt látom tapasztalat és környezetemben, hogy elhagyta a kettő egymást, hogy eltávolodott, és a férfiakban nem látom meg azt a férfi teremtő erőt, ami nagyon sokáig megvolt történelmünk során. Hogy ez kiveszett belőlünk, elveszett belőlünk, vagy nem szükséges már, vagy... Hát magunk közszólva szerintem nem. Ha körülnézel magadban és a környéken, nem én nem, hogy kiveszett volna a férfi teremtő erő. Az viszont biztos, hogy az elmúlt 120-150 évben az emberi kultúra a Föld nagy részén elképesztően elmaterializálódott, letelepedett, érzékszervezés elmebéli képzetekhez kötötté vált, és már nem a szabad teremtést és alakítást kaptuk az elődeinktől, hanem könyvtárakat, autópályákat, lakótelepeket, villamos, gáz és vízhálózatokat. Tehát ez a materiális, infrastruktúrális, bürokratikus teher, ami az emberi elmén van, ez a férfit jobban nyomja, és jobban dezorientálja. De akkor, hogyha te megtalálod a saját utadat, akkor a férfi erő mellé, a férfi teremtő erő is ott lesz, és akkor letisztul az, hogy te ki vagy, mint férfi, ezt onnan tudod, hogy a nő melletted jól van. Nem azt jelenti, hogy minden pillanatban szeret téged, mi fújra, mert éppen lehet, hogy problémája van valamelyik részleteddel. De Jól van melletted, mert te, mint férfi, működsz. Akkor meg ő is működik, mint nő. Valójában a zen útján az avatárt le lehet tisztítani ilyen szempontból is. Tehát mi az, hogy férfi test, férfi lélek, férfi polaritás? Női test, női lélek, női polaritás. Mi ez? Hogy működik? És az úton ez nagyon szépen látható működhethető másoknak fölajánlható. És akkor megvalósul valami, ami magasabb szintű, mint csak az egy meg az egy. Egy jó párkapcsolatban néha azt érzed, sőt, többnyire azt érzed, hogy az egy meg egy az végtelen. Egy rossz párkapcsolatban az egy meg egy az egy ideig kettő, aztán, amikor már nagyon kihűlt, akkor az egy meg egy az csak egy. És amikor már vége, akkor az egy meg egy az mínusz egy. És ha nagyon sok a hátralék, akkor gyerektartásonként mínusz 2, mínusz 3, mínusz 4. Oké? Okay? Úgyhogy mit teszel, mi az utad, mi a fontos? Ez el fogja dönteni, hogy ki az, aki veled lesz, ki az, aki veled cselekszik, és ki a fontos. Ezért figyeljünk arra, hogy milyen utat járunk. Köszönöm. Egyéb kérdés? családi karmáról lenne kérdésem, hogyha jól értettem a eddigi tanításaidat, amiket hallottam, akkor a, a, szülők azt vehetjük úgy, mint egy most látható karma. Tehát, hogy ez egy, hogyha ott bármi probléma van, az, az egy megoldandó feladat. Erre Nem egy tudom. nagyon könnyű igen a válasz, de valójában mi a probléma? Ö, hát sok-sok minden. Úgyhogy ez így hosszú lenne. Jó. Mondom. A családi karma azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mint egy hatalmas nagy dobostorta. A jelenlegi generáció az a dobostortának ez a gyönyörű mázas felszíne. Mi most élünk, a mostani élet a legédesebb. Közvetlenül alattunk a szülők, nagyszülők, détszülők, és így lefelé egyre halványabb rétegzettségben megy a dobostorta. Amikor házasságot kötünk, akkor a dobostortának az egyik szelet átmegy egy másik dobostortába. És összefor. Ekkor az ősök karmája elkezd áramlani az új páron keresztül az utódokba. A korábbi rétegek ízétől és állagától nem lehet eltekinteni. Hogyha alulról a harmadik réteg berogyott, akkor az összes fölötte lévő réteg is berogyik. Tehát nem örököljük úgy a tulajdonságokat és a karmákat, ahogy azt a hétköznapi életben gondoljuk, de úgy születünk egymáshoz, hogy egymás számára láthatóvá tegyük azt a karmát, amelyet mindannyian hordozunk. Ez így már sokkal, de sokkal izgalmasabb, sokkal inkább az ember saját hatókörébe utalja vissza a döntéseit, és nem hiszed azt, hogy az apád és az anyád miatt vagy ilyen. Nyugati pszichológia ezt tanítja, Zsigmondtól kezdve az összes bécsi iskolánál, ez egy alaptétel, hogy azért vagy ilyen, mert. Igen, de miért születtél oda? Miért te voltál a lányuk? Miért nem más? Miért nem a szomszédba születtél? Miért nem egy másik országban vagy másik családba születtél? Tehát nagyon fontos mondat, amikor belátod, hogy csak apád és anyád lehettek a szüleid. Senki más nem lehetett. A te karmád odavonzott. Neked oda kellett születned az összes korábbi, előző életbeli karmáid summázata alapján. Ha így nézed, teljesen más az egész. A te torta szeleted és a te réteged az a tiéd. Mások torta szelete az az, az azonos rétegben osztozik, de a feladat a saját. És nem mindegy, hogy milyen fényjel ég a gyertya az adott torta szeleten. Van olyan torta szelet, ahol fogta magát a képviselő, és lefordította a gyertyát, kanóccal lefelé, és beledöfte, mert nem akarta látni se a saját, se az apja, se az anyja, nagyapja, nagyanyja karmáját. Tehát ki akarja oltani az éberséget? Nehogy lássam. Nehogy. És ekkor a viasz és a cukormáz összekeveredik, és ehetetlenné válik. Ez a rossz élet, ez az elviselhetetlen élet. Van, ahol gyönyörűen ég a gyertya, látszik a máz, a mostani élet, és elkezd a fénye annyira erős lenni, hogy látszanak a korábbiak is, megértem az apámat, megértem az anyámat, meg tudok nekik bocsátani, hálás tudok nekik lenni, meg tudok előttük hajolni. Azért, mert a fény annyira erős, hogy nem csak a saját karmámat, hanem az övékét is megvilágítja. Ekkor vagyunk úton, ekkor vagyunk felnőttek és önállóak, és a függő viszonyainkat észrevéve saját döntést hozunk, saját úton járunk. Nem visszük tovább azt a karmát a korábbi generációkból, amelyeket nem akarunk, amelyek méltatlanok, amelyeket ők elszenvedtek, és néha kényszerből elszenvedtettek velünk. Van olyan, hogy annyira szerettéged apád és anyád, de mégis ne annyira kemények, és ne oktalanul, néha nem tudod, hogy miért büntetnek, meg miért tették ezt veled. És kiderült, hogy csak azért, mert ővelük is ezt tették. És az ő szüleikkel is ezt tették. Ezek a generációs karmák, amelyeket hordozunk, és hogyha nem látjuk át, akkor továbbadjuk, ha meg dühösek leszünk erre, akkor meg fogjuk és belevágjuk a gyertyát a tortába. Ha az a nevelési forma, amit kaptunk a szüleinktől, és nem azt szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek, az ne egy helyes út, például nem voltunk annyira szeretve, és mi szeretnénk szeretni, jobban szeretni, vagy többet adni, érzelmileg, azzal már javítunk rajta, vagy ez egy helyes út, vagy az is egy zsákutcába vezethet, hogy mi ezt másképp csináljuk, vagy mi dönti ezt el, hogy ez helyes vagy nem helyes. Felébredettségünk mértéke tudja eldönteni. Nagyon sokszor látod azt, hogy gyerekként akár magunk, akár mások eltökkék, hogy nem leszünk olyanok, mint a szüleink. Az egyszer csak pár kapcsolat, hirtelen a nemzeti színű szalagot magatokra tekeritek, jön az utód, és az apád és az anyád viselkedését megismétled úgy, hogy tíz évvel azelőtt, öt évvel azelőtt, két évvel azelőtt te megfogadtad, hogy soha, de soha ezt így nem. Ez nem elég egy intellektuális mondat. Nem elég egy érzelmi pozíció, nem elég egy puszta elhatározás. és gondold el, hogy 20 évig úgy neveltek, ahogy. Hogy tudod azt fölülélni csak egyetlen egy gondolattal? Egy délutáni önismerettel egy hétvégényi konstelláció és meditációval. Nagyon szép, nagyon jó, gyönyörűen működik, de elégtelen. Tehát felébredettségünk mértékében és karmánktól való megszabadulásunk mértékében tudunk mást adni a gyerekeinknek, mint amit mi gyerekként kaptunk. Nem látok mást. Ezt nem lehet maszkírozni, nem lehet szeletelni, gyurkálni, semmi olyasféle rövidtávú átalakítás nincs, amely az identitásod legmélyét nem dolgozta meg. Tehát nem azt mondtuk, hogy könnyű az út, hanem azt, hogy járható. Nem azt mondtuk, hogy kellemes a teher, hanem azt, hogy el tudod vinni, amíg rá nem jössz, hogy le is tudod rakni. És akkor vagyunk az úton, és akkor tudunk mást adni már a gyerekeinknek, és nem csak a válságok, a kényszerű tudatosodás, az érzékszervi tapasztalás sebességével haladunk, hanem azzal a realizációval, azzal a mentális sebességgel, amivel te már többet láttál, mint előtted öt generáció, hét generáció, akiknek még úgy kellett élni. Hát apáink, nagyapáink azért nézd meg, milyen helyzetben voltak, hogy nézett ki ez az ország 30, 50, 80, 100 évvel ezelőtt. Nem volt idő meditálni, az biztos, még ha lett volna lehetőség, akkor sem. Mind ment keresztül ez az ország az elmúlt 100-120 évben. Úgyhogy megköszönjük, hogy fölneveltek, hálásak vagyunk nekik, de a karmájuk nagy részét nem követjük. Nem azonosulunk vele, hanem a belátásunk mértékében, bölcsességgel, együttérzéssel áthatva új utat választunk úgy, hogy a rendszer részei maradunk. A családfáról nem törünk le, hanem egy ág szépen kinyúlik, bejár egy bizonyos távolságot, és utána pedig gyümölcsöt hoz ugyanazon a fán. De az már egy magasabb légkörben, több napfényben fürdött gyümölcs lesz. Köszönöm szépen. Szívesen. A meditáció három formájáról volt szó, és ezt is a tanítóval érdemes egyeztetni, hogy kinek mivel célszerű kezdeni, vagy. Igen. Erre van a tanító, többek között. Tehát lehet, hogy valakinek mantrával célszerűbb kezdeni, annak ellenére, hogy ez a második vagy akár harmadik. Így van. Uh -huh. És van, akinek kérdéssel célszerűbb kezdenie, és aztán ahogy halad a tanítvány az úton, ahogy mutatkozik az interjúnak kohant teljesítménye, úgy látszik, hogy az adott gyakorlattípus mennyire segítette az intuícióját. Mert ha emlékszel a reggel instrukciókra, a 6-os, 7-es, 8-as tudatszint, tehát a kognitív, megkülönböztető és emlékező gondolkodás tudatos tevékenységének a felfüggesztése, az nagyon sok mindennel jár együtt, de ez a látás, az önvaló tapasztalata, az a működésben az intuitív működés. És ez az, ami olyan helyzetekben, amit nem tudsz karmával megoldani, lásd kuanok, gyönyörűen kijön. Tehát az intuitív szikra az nem pusztán az értelemnek vagy az érzelemnek egy magas szintű megmutatkozása, bár használ gondolatokat, érzelmeket, beszédet és cselekedetet. De nem egy másik gondolatból következik. Nem egy másik érzelem gyújtotta föl. Nem egy másik mondatból következik a mostani. És nem egy korábbi cselekedet következménye a mostani. Tehát, hogyha elvágtad a karmához való ragaszkodást, akkor ennek a pillanatnak a teljességében, az önvaló tiszta tükrében az intuíció megmutatkozik, és egészlegesen működik. Ezért lehet nagyon jó probléma megoldásra használni, mert egy probléma megoldása egyenlő azzal, hogy nem fordul elő többet. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha egyszer azt gondolom, hogy elvágtam a karmám fonalát, mondjuk itt most el, felmerült az, hogy szülők, apa, anya, mintha nekem is borzasztó szüleim voltak, és aztán teljesen, tehát abszolút tíz, tíz év munkájával sikerült ezen átlendülni, tehát milyen iszonyú szeretetben éltünk a, a gyerekeimmel. Ugye ez elhangzott, hogy ha ezt sikerült megtennem, és sok munka volt benne, akkor, akkor ugye most megint visszatérek ehhez, hogy karma vagy nem karma, akkor, akkor hogy juthattam el oda, hogy, hogy meghalt a 14 éves fiam? Nézd, amit most kérdezel, az egy hatalmas mátrixnak a része, amelynek a nagy részét csak te ismered. Még te sem ismered teljesen. Kívülről egy ilyen okságra specifikusan rálátni nem lehet. A karma működését meg tudom mutatni. Minden karma. Ne sorsszerűen értelmezd, hanem az ok és okozat működését lásd. Minden jelenség valamilyen előzőből keletkezett, tehát az ok- és okozat működését lásd a maga vonalában. De ne hoz mindent mindennel összefüggésbe, mert iszonyatos káosz keletkezik az elmében, illúziókkal és babonasággal, terhesen, és ez nem jó. Mindenki viszi a saját személyes karmáját, páros karmáját, családi karmáját, csoportos karmáját ezt a saját szempontodból látod a legjobban. De tudni kell a másik ember szemszögéből is látni. Tehát te ezekhez a szülőkhöz születtél, akit te édesapádnak és édesanyádnak hívsz. A fiad hozzá született. Mindegyik ötöknek van az előbb említett négy dobozban karmája. Meg kell látni, hogy melyik a tied, érdemben azzal tudsz foglalkozni másokat, főleg családtagokat lehet segíteni és bizonyos fokig tanítani. Aláhúzom a bizonyos fokig kifejezést. A legnagyobb tragédia az, amikor látod azt, hogy a szeretet kapcsolatnak mire lenne szüksége, tudod, hogy működik, és ő nem fogadja el. Tehát mi a te utad? Azt tudod járni mi a családtagok útja, segíthetsz nekik járni a sajátjukat, de helyettük nem járhatod. És ez akármennyis tragikus egy korai halál, megmutatja azt, hogy mi lett az ő útja, elment. Mi a te utad, itt maradtál. És ezzel kell megbékélni belül úgy, hogy közben segíted azokat is, akik testben vannak, családtagok, és azok is, akik már elindultak ebből a világból, eltávoztak. Erre való az a praxis, amely transzcendens és érzékszervi egyszerre, amely az egység állapotból indul és odatér vissza, amely a meghaladó bölcsességet használja és tanítja, amelyből ma egy teljes napot a darmában együtt tölthettünk. Szívből köszönöm jöveteleteket, érdeklődéseteket, és azt, hogy a jelek szerint újra fogunk találkozni a darma mezején, együtt gyakorlunk, és elérjük a felébredést, mely által segítünk minden lénynek. Köszönöm szépen!